Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés, mi az ő gondolata? A második, hogyan érzi magát? És a harmadik kérdés úgy hangzik, hogy mit fog tenni. Először megtekintjük azt, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. A ház jelenti a biztonság érzetét, és ez most nagyon fontos számára. A ház jelentheti az ő otthonát, ahol le tud horgonyozni, vagy tervez veled együtt valamit, egy közös otthon kiépítését, ahol le tudtok mindketten horgonyozni. A horgony szintén a biztonság érzetére utal, de jelentheti a munkát vagy a hivatást is, és ez az ő terve, hogy ki akar építeni valamit. A párkapcsolatban tervez egy közös otthont, a munkát illetően szeretne kiépíteni valamit. Ez lehet egy magáncég, egy magánvállalkozás is. Az érzelmeit itt látjuk. A felhő az olyan dolgokra utal, ami átláthatatlan. Itt vannak bizonytalanságok, ami az érzelmeit jelenti. Lehet, hogy ezért vannak a gondolatok, hogy legyen meg végre a biztonság érzete, hogy át tudja tenni magát a félelmeken, a bizonytalanságokon. Itt a hajó jelenti a reményt hozzá, vagy ami az érzelmeket illeti, itt vannak mély érzelmek, egy lelki kapcsolat. És mit fog tenni? A virágcsokor jelenti a te nőiességedet, a te szépségedet. Ezt akkor ő kimondja, hiszen így közeledik hozzád. A virágcsokor lehet egy meglepetés, egy meghívás, vagy egy ajándék is, és a kutya jelenti a hűséget. Ő ott marad hűségesen nálad. Vagy a kutya jelentheti a baráti kapcsolatokat, hogy először úgy barátilag közeledik hozzád, vagy találkoztok a baráti körben, és ez lesz a nagy meglepetés. Mi fűz össze benneteket? A levél. Tehát itt lesz egy hír. Azon kívül itt van egy pecsét, lepecsétel valamit, tehát ez a kapcsolat egy biztos dolog. Vagy ő keresi majd a kapcsolatot, vagy vár arra, hogy te írj neki. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.